Második napirendi pontunk címe tehát tájékoztató, az országgyűlési képviselőnk parlamentben végzett nem politikai, hanem térséggel és várossal kapcsolatos munkáról. Képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, főjegyző asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak. Tisztelettel köszöntöm a sátorlójai önkormányzat képviselőit, mint Zemplén országgyűlési képviselője. Köszönöm a lehetőséget, hogy az újhelyi testület előtt röviden beszámolhatok az elmúlt két esztendőben végzett munkámról. Természetesen itt és most elsősorban Sátoralja újhely városát és részben a kistérségét érintő munkámat szeretném összefoglalni, hiszen képviselői munkám a választókerület még további 44 települését érinti. Azt is szeretném jelezni, hogy a négy város képviselőtestülete előtt szeretnék beszámolni, tehát ezt követően Sárospatak, Cigánd és Pálháza képviselőtestülete előtt. A képviselői munka, a helyi ügyek, mint a zempléni polgárok képviselete mellett természetesen más területre is kiterjed, mint az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke, jelentős számú diplomáciai és uniós vonatkozásai ügyeket is vinnem kell. Ezek közül csak egyet szeretnék megemlíteni, a 2011. évi uniós elnökségünk fél éve alatt végzett elnöki munkámat. Nos, úgy hiszem, hogy ennek beszámolója nem ide tartozik, tehát csak a új helyjel kapcsolatos dolgokra szeretnék fókuszálni. Tisztelt képviselőtársaim! Mint ahogy a 2011 év elejé köszöntőmben itt Sátoraljaújhelyben is elmondtam, az eddig eltelt több mint két éves időszakot kellene röviden jellemeznem, akkor egy népszerű televíziós műsor címe jutna az eszembe, Maradj talpon. Lehet, hogy sokan mosolyognak, de úgy hiszem, hogy ebben a válsággal teli időszakban ez egy nagy eredmény, hogy a zempléni települések és benne Sátoraljaújhely önkormányzata talpon tudott maradni. Mert sajnos a válság nem múlt el, és ez leginkább a 2010-es kormányváltáskor lett világos előttünk, az üres államkassa és az államadóságnak a riasztó képe. És ez különösen akkor, amikor például 2011 őszén több mint 1300 milliárd forint kamatot kellett visszafizetni a korábban felvett IMF hitelek miatt, ahelyett, hogy ezt a hatalmas összeget például a adósságokkal küzdő önkormányzatokra lehetett volna fordítani. És ennek a részletfizetésnek még nincs vége. Mindezt azért említettem, hogy az önkormányzatokra nézve így Sátoraljaújhelyre is rányomta a bélyegét a pénztelenség. Nos, ebben a helyzetben kellett és kell a lehetőségekhez képest támogatásokat szerezni, a város és polgárai ügyes-bajos dolgait intézni, a fejlesztéseit tovább szervezni. Számomra, mint egyénileg választott országgyűlési képviselő számára, ez a ciklus a konfrontációk sokaságát hozta, részben a hazai és az európai bürokráciával küszködvén, részben pedig az országos nagy ágazati átalakulások közepette megtalálni Zemplén, Tokaj hegyalja és benne Sátoraljaújhely hosszú távú érdekeit. Nos, engedjék meg, hogy röviden felvázoljam azokat a pontokat, amit fontosnak tartottam, hogy kiemeljek az elmúlt két és fél éves munkámból. Először is a 2010-es tavaszi árvíz okozta károk helyreállítása adta az első komoly kihívást számomra az új ciklusban. Úgy hiszem, hogy olyan feladatot adott számunkra, amivel még két év után is birkózni kell, azért, hogy még egyszer ne ismétlődhessen meg az a tragédia, ami megtörtént, és az újhelyi polgárok végre biztonságban érezhessék magukat. 2010 kora nyarán számomra az első feladatot a védekezés segítése jelentette. Így a frakciómban és a kormánynál történt interveniálásom eredményeképpen több segítség érkezett a térségbe, így Újhelyre és Patakra is egy-egy kamionnyi védekező eszköz
érkezett, különösen a nagy teljesítményű szivattyúk jelentettek fontos segítséget. 2011 őszén, amikor már ugye elmúltak ezek a veszélyek, újabb feladat adódott, tudnilik azt, hogy minden fórumot meg kellett ragadni, hogy az illetékesek figyelmét felhívjuk az újhelyi károknak a nagyságára. Tudnilik itt, amikor Borsodabói Zemplén megyében történt árvízi károkra gondoltak, akkor mindenki a Sajó és a Hernád mentén történtekre figyelt, és nem győztük polgármester úrral eleget hangsúlyozni, hogy csak az Újhelyben történt kár több mint 2,1 milliárd forint volt. Tehát legalább olyan nagyságrendű, mint akár a Sajó völgyében történt egy-egy kár, nagyobb káresemények. Mindez azért volt fontos, hogy a helyreállítási pályázatoknál fontos pozíciót tudjunk szerezni. 2011 tavaszától kezdtem meg a megye, a belügyi és a fejlesztési minisztérium illetékeségével szervezni a helyreállításhoz szükséges pályázatokat, és 2011 márciusában a következőkre hívtam fel a kormány figyelmét, hadd idézek ebből a levélből. Mint a Zemplényi térség és Sátoraljóhely országgyűlési képviselője, kötelességemnek tartom, hogy időben felhívjam a kormány figyelmét arra a valóságos veszélyre, ami a várható tavaszi-nyári áradások miatt a Sátoraljóhelyt ágyszelő ronyva okozhat. Teszem ezt abból a megfontolásból, hogy szeretnénk megelőzni azt a pusztítást, amit a nevezett patak, idézőjelbe téve, a 2010-es árvizek következtében mintegy 2,2 milliárd forint értékben okozott. Ráadásul az említett árvíz nem csak az épített környezetben, hanem a több mint 1000 kitelepített újhelyi polgár életében és lelkében mély nyomot hagyott. Tekintettel arra, hogy a kormány Borsodabói-Zemplén megye egész területére vészhelyzetet hirdetett, amit az országgyűlés április 30-áig meghosszabbított, jogilag megteremtődött annak a lehetősége, hogy a kormány a Sajó és a Hernád menti védekezéshez hasonlóan itt is be tudjon avatkozni. A vízügyi szakemberekkel számtalanszor átbeszéltük a lehetőségeket, legutóbb a bejárás alkalmával Illés Zoltán államtitkár megbízásával Kling István helyettes államtitkár és Laki József igazgatóhelyettes egyértelműen megállapította az állami beavatkozás szükségességét. Nos, nem sorolom tovább. A több tucat egyeztetés után sikerült egyértelművé tenni, hogy vagy a három tervezett beruházás együtt történik meg, vagy ha egy is kimarad a három közül, akkor kvázi kidobtunk az ablakon közel 500 millió forintot. Nos, ma már látják az újhelyi polgárok is, hogy lassan befejeződik a három lépcsős árvízi védelem, a Ronyva 1, Ronyva 2, Mikóházi víztározó, ami közel 620 millió forint értékben kerül beépítésre. Közben megjegyzem, hogy sikerült a kormánynál a Ronyva árvízvédelmét teljesíteni azáltal, hogy a Ronyvazogi Bodrog jobbparti árvízvédelmi rendszer fejlesztése című korábban tartaléklistára került projektet a kormányhatározat keretében mintegy 1,9 milliárd forint értékben mégis elindítani. Tisztelt képviselőtársaim, én úgy hiszem, hogy ezek azért fontos, hogy megemlítsük, mert ezzel sikerült elérni azt, hogy az újhelyi és ronyvaizugi polgárok és vállalkozók is vállalkozások végre biztonságban tudhatják értékeiket, és mindaz ne ismétlődjék meg, ami 2010 tavaszán megismétlődött. Ezzel tehát ez az árvízvédelmi mű befejeződött itt Sátoraljóhelyben. Tisztelt képviselőtársaim, a munkálatok felgyorsítása érdekében arra is vállalkoztam, hogy a 2011 őszén kezdeményeztem a közbeszerzési törvény módosítását, aminek eredményeképpen a helyi kis és közepes vállalkozók nagyobb eséllyel vehettek részt a kiírt pályázatoknál, nem csak itt Sátoraljóhelyben, hanem itt a megye egész területén, vagyis ezzel kétszeresen maradt itt a megpályázott összeg. Végül megemlítem azt is, hogy sikerült közreműködnöm abban, hogy a 2010 tavaszán és nyarán keletkezett úgynevezett Viszmajor elszámolásai az önkormányzat és a belügyminisztérium között megtörténjen. Továbbá azt is megemlítem, hogy az árvízt szenvedett újhelyi cégek időbeni kártalanítását közbenjárásommal sikerült felgyorsítani.
Tisztelt képviselőtestület, a második dolog, amit fontosnak tartok, hogy szóljak a Sátoraljaújhelyi Mezőzombor vasút felújításának, illetve villamosításának az ügye. 2010. májusában a minden eddigi intenzitást felülmúló csapadék a Szerencs Sátoraljaújhelyi vonalon okozott olyan károsodást a vasúti vágányban, amelynek hatására Olasziszka, Tolcsva és Sátoraljaújhelyi állomások között a vonatforgalmat le kellett állítani, talán még emlékszünk erre. A személyi forgalom mellett a teherforgalom megszüntetése több zempléni vállalkozásnak okozott jelentős gazdasági veszteséget, mint a térség országgyűlési képviselője, azonnali cselekvésre kértem a minisztériumot és a MÁV illetékeseit, hogy a lehető leghamarabb végezzék el a helyreállítást, ugyanis, ha még emlékszünk, akkor olyan hírek kaptak lábra, hogy augusztus közepére állhat helyre a rend. Végül is július 10-én befejeződött a helyreállítás, és több mint 100 millió forintot ruháztak be. A Sátoraljaújhelyi Mezőzombor vasútvillamosítási projekt ügyében a kormányváltás után azonnal megkezdtem a tárgyalásokat. Mára már túl vagyok a különböző szintű közel 300 tárgyaláson. Az eddig elért eredményekről szeretnék röviden beszámolni. Tehát először is ez a tervezett beruházás mintegy 16,5 milliárd forintnyi beruházást jelent. A könnyebb kivitelezés és a finanszírozhatóság érdekében megpróbáltuk szakaszolni és lépésről lépésre újabb pozíciókat szerezni a munkálatok folyamatossá tételében. Itt két szorító dolog volt, az egyik az érvényes építési engedély, ami hál' Istennek megvolt, de lassan lejár. A másik pedig az, hogy hát ennyi pénzt a világon nem látott senki, 16,5 milliárd forintot egy év alatt beruházni, ez komoly teljesítmény, és komoly erőket kell, hogy megmozgassunk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Nos, ahogy az újhelyi polgárok is megtapasztalhatták, a beruházás első szakasza megkezdődött, mintegy 1 milliárd forint értékben, és erről még 2011. októberében állapodtunk meg az illetékesekkel. A miskolci pályavasúti szakemberekkel közösen elkészítettünk egy olyan javaslatot, amely a meglévő pályahibák felszámolását eredményezné, és a forgalomban is csak minimális zavartatással járna a megvalósítása. Itt számunkra egy jó példa volt az augusztus hónapban Mezőzombor Nyíregyháza között hasonló közel 1 milliárd forintos költséggel megvalósult felújítás, amely a sebességkorlátozások felszámolását eredményezte, és helyreállította a vasutasok, így mondják, menetrendszerűséget. Itt szeretném megköszönni Halász úrnak, többek között is Bánkóti úrnak azt a segítséget, amit innen Újhelyből, Patakról számomra adtak. Nos, ennek a tervezett munkálatoknak a végzését tapasztalják a polgárok, amikor buszra kell szállni. Valószínűleg, hogy ez november végén megszűnik, és néhány jellemzőjét szeretném elmondani ennek a beruházásnak. Tehát a felújított szakaszok sínek összehegesztésével úgynevezett hézag nélküli vágányok kerülnek kialakításra. A vonal teljes hosszán a vágányok és a kitérő szerkezetek geometriai hibáinak a felszámolása is megtörténne. Ezt úgy mondják, hogy nagygépes szabályozással. Tehát a tervezett költségek körülbelül 1 milliárd forintot tesznek ki. Így tehát a megvalósítás esetében a munkák eredménye így összegezhető. Tehát először is megszűnne a jelenleg a 13 darab sebességkorlátozás, amely mindannyiunk tapasztaltuk, hogy 10 perces késést eredményez minimum. Ez elegendő ahhoz, hogy lekéssük az Intercity járatot. Aztán helyreállna a hosszú távon is biztosítható lenne a menetrendszerűség, tehát amire ki van írva, akkor érkezzék meg szerencse a vonat. A hézag nélküli vágányszakaszok kialakításával javulna az utasok komfortérzete. Ismételten lépést tehetnénk arra, hogy az Intercity járatokat vissza tudjuk állítani, tehát nem hetente egy pár, hanem talán naponta egy párat. És a fejlesztés megvalósításával minimálisra csökkenne a vonalon a pályakarbantartás költsége, mert ez a leromlott állagú vonalszakasz
több millió forint fenntartást okoz a MÁV-nak, és a tervezett munkák megvalósulásával remélhetőleg elérhetőbbé válik a villamosítás, mert ez az egész beruházásnak az első szakaszát jelenti. És hát a jövőben tervezendő és kivitelezendő villamosításhoz kapcsolódó teljes pályafelújítás költsége is csökkenne a fentiekben megmutatott javítási munkák, ez az 1 milliárd forintos költségével. Tehát jelenleg két dolog áll előttünk. Egy minimális dolognak a szorgalmazása, hogy tavasszal tovább folytatódjon a MÁV saját költségvetéséből a pályafelújítás legalább Tolcsváig, de leginkább Patakig. Másodszor egy maximális kérésünk és igényünk van a MÁV-nál és a kormánynál, hogy a MÁV ZRT vezetése a Mezőzombor sátorhajóhely projekt ügyét kezelje kiemelten, és a lehetséges Magyar Fejlesztési Bank hátterével a megtakarításból finanszírozott úgynevezett halasztott fizetési konstrukcióba írja ki a tendert, a vonalat az úgynevezett VVTF rendszerrel történő villamosításra. Nos, tudomásom van arról, hogy a MÁV ZRT jövőbe a négy nagyobb beruházásáról van szó, és erről döntenek. Mi ebbe a csoportban szeretnénk, ha felvételt nyernénk. Ez a fejlesztési kormány fejlesztési tanácsa előtt van. A hetekben várjuk a végleges döntést, hogy mi lesz belőle. Reméljük tehát, hogy a villamosítás ügye az tovább folytatódik tavasszal egy újabb fordulóban. A következő, amiről szeretnék beszámolni, az oktatás területe. 2011 során megtörténtek a városban a megyei fenntartásba került és a középfokú intézmények összevonása. Ebben a folyamatban kritikus kérdéssé vált a Trefort szakképzőiskola sorsa. Mi egy polgármester úr és az iskola igazgatói és a pedagógusai tájékoztattuk a kialakult helyzetről, azonnal interveniáltam a megyei önkormányzatnál. És ezt követően több fordulós tárgyalás következett, ahol sikerült a hiány pótlására vonatkozó költségmegosztással egy olyan megállapodás kieszközölni, ami megőrzi a Trefort önállóságát, tehát bő egy évre haladékot kaptunk. Hát bizony itt jó néhány ajtócsapkodást kellett megtenni ennek érdekében. A Katolikus Egyház által átvett 5. István közgazdasági és informatikai szakközépiskola közel 300 millió forintos felújítási terveit sikerült a NFÜ-nél az egyház számára átkonvertálni, és most már csak a pályázatnak a kiírására várunk, hogy ez megtörténhessen. Következő terület a kultúra, a múzeumok ügye. Mivel az önkormányzat úgy határozott, hogy a kezelésében lévő múzeumokat átadja a megyei fenntartásúakkal együtt az államnak, ezért a kulturális kormányzatnál polgármester úrral kezdeményeztük ennek megvalósítását. Nos, egy párbeszéd alakult ki. Ez több fordulóra sikeredett. Jelenleg elkészült a Petőfi Irodalmi Múzeum koncepciója, miszerint a Magyar Nyelv Múzeuma és a Kazinczy Mauzóleum és a Kazinczy Múzeum egy egységben kerülne át az állami fenntartású Petőfi Irodalmi Múzeum kezelésébe. Tehát ezzel az önkormányzat nagyon helyesen évente mintegy 20 millió forintot tudna megspórolni. Tehát itt a kormányzati döntésre várunk. Szoros kapcsolatot tartok fenn Kovács Dániellel együtt az amerikai, floridai Nápolyban élő Éva András családjával és az általa fenntartott alapítvánnyal. Az egykori újhelyi Éva András szíven viseli Újhely és a Magyar Nyelv Múzeuma ügyét. Részt vettem azon az angol nyelvű film forgatásán és elkészítésében, ami Újhely és a Magyar Nyelv Múzeuma amerikai népszerűsítésé került elkészítésre. 2011. januárjában személyesen és levélben fordultam akkor Réthelyi miniszter úrhoz és Halász János államtitkárhoz, hogy az alapításának 750. évfordulójára készülő város méltóképpen tudja megünnepelni ezt az eseményt. Ennek érdekében kértem, hogy a miniszteri külön keretből támogassák a Kazinczy szobor felállítását és a jubilómi kötet kiadását. Végül is megszületett a döntés, a kulturális kormányzat 10 millió forinttal támogatta az egész alakos Kazinczy szobor elkészítését. Az egészségügyről úgy hiszem, hogy fontos szót ejteni. Az Erzsébet kórház állami átvételével kapcsolatosan
az átadás-átvétel zökkenőmentes munkájában vettem részt. A jelenleg folyó kórházfelújítás mintegy 160 millió forintos önkormányzati önerejének a kérdése rengeteg problémát, egyeztetést és kérdést vetett fel. Többek között ezért is szorgalmaztam az átvétel időpontjának az előrehozását kórházunk esetében, 2012. május 1, hogy az önerő minél nagyobb részét az egészségügyi kormányzat fizesse ki. Nos, sikerült egyességre jutni a 2012 tavaszán, mint egy 40 millió forintos likviditási csomag elnyerésében. Jelenleg folyamatban van egy közel 80 millió forintos visszanemtérítő támogatás folyósítása, természetesen pályázati keretek között, ami remélhetőleg hamarosan megvalósul. 2012 koratavaszán beindult a Cigándi járóbeteg szakellátó központ. Polgármester úrral együtt kézi vezérléssel volt szükség arra, hogy az ellátást ne a másik megyéhez tartozó Kisvárdai kórház, hanem a Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház végezhesse. Nos, ezért is komoly konfliktus kellett vállalni, de úgy hiszem megérte, mert ma már jól működik ez a rendszer a helyiek, a bodrogköziek megelégedésére, a két intézmény közötti úgynevezett üzemeltetési kapcsolat. Ha nem így történik, akkor nem csak a szakmai presztízs, hanem komoly anyagi háttere, hátrány is érte volna nem csak az Erzsébet kórházat, hanem a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházat is. Az Erzsébet kórház stratégiai szerepét az átalakuló egészségügyi ellátórendszerben sikerült megerősíteni az egészségügyi kormányzatnál. Ez azt jelenti, hogy sikerült önállóságunkat megőrizni. Azt is elmondom, hogy a Miskolci megyei kórházzal jó a szakmai kapcsolat, de fontos megemlítenem, hogy sikerült Csirájában elfolytani a főleg nyíregyházi, illetve a kisvárdai lobby nyomulását kórházunk idézőjelbe téve bekebelezése ügyében. És itt a változások fő irányvonalai, amit kidolgoztak, hogy a térség vezető szerepét a megalapozott technológiai fejlesztésével megőrizze a kórház, és a másik a földrajzi közelséget kihasználva ellátások nyújtása a közeli határon túli lakosság részére, ez utóbbi tehát a határ másik oldalán élő magyar ajkú polgárok felé való nyitás előkészítése lenne, ami elemi érdeke nem csak az Erzsébet kórháznak, hanem kötelességünk a határon túli nemzettársaink érdekében is. Itt a két kormány közötti megállapodásra várunk, hiszen a egészségügyi pontok elszámolásánál nincs egyesség, a magyar pontok többet érnek, mint a szlovák pontok. Ez esetben már van egy megállapodás, egy precedens, hát ezt szeretnénk a közeljövőben nyilvbeütni. 2011 tavaszán a kórház ellátási területén komoly betegszállítási problémák keletkeztek, amit a kórház igazgatója, a polgármester úr és a helyi vállalkozók is jeleztek. Ennek érdekében én is kezdeményeztem az egészségügyi kormányzatnál az ellátási területünkhöz tartozó betegszállítási kapacitásnak a felülvizsgálatát és a tényleges betegellátási igényeknek megfelelő kialakítását. Most ez az akkori év végére információim szerint ezek a dolgok rendeződtek. Néhány szót szeretnék szólni a közlekedésről. A Rákóczi utcai Ronyvahídon átívelő úgynevezett kis határ átkelő ügyét majdnem egy évtizedes folyamat után sikerült 2014. június 24-én lezárni, azzal, hogy ezen a napon újra megnyílt az autós forgalom előtt. Úgy vélem, hogy ennek érdekében polgármester úrral szoros együttműködésben megfelelően sikerült lobbizni mindenki a saját területén. Nos, én már korábban is, mint az Európai Ügyek Bizottsága tagja, majd pedig elnöke, igyekeztem felhasználni az ügyünk érdekében például a visegrádi négyek parlamenti dimenziójának a találkozóit. Fordulatot jelentett ügyünkben, amikor sikerült napirendre vetetni a magyar-szlovák határon átívelő vegyes bizottság 2010. november 11-i rozsnyói ülésén. Megjegyzem, hogy a vegyes bizottság magyar elnökét, dr. Szabó Erikát és a minisztéri munkatársait 2010 őszén egy kétnapos újhelyi konzultációra sikerült megnyerni, valamint 2011 nyarán a bizottság szlovák és
magyar szakértőinek kétnapos tárgyalását itt az önkormányzatunk dísztermében sikerült megtartatni. A 37-es főközlekedési útügyében kormánypárti képviselőtársaimmal együtt lépéseket tettünk ismételten a négy sávosítás folytatása, illetve az út megújítása érdekében. Jelenleg a helyzet úgy áll, hogy 2014-ig megtörténik a 37-es út megerősítése, és 2015-ben indulhat el a tarcali elágazóig a négy sávosítás. Közben a 2010-ben tönkrement 37-es egyes útszakasainak a kijavítása érdekében többször interveniáltam a minisztérium és a megyei illetékeseinél. Szégyenletes volt a már kijavított és az azóta ismét tönkrement útszakaszok ügyében, hogy ismét szót kellett ejteni, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkozni egy országgyűlési képviselőnek, hiszen ezt annak idején valakinek kifizették, valaki megcsinálta, és nem teljes értékben készült el. Örömmel tudok beszámolni arról is, hogy a 2010 óta jelentős mértékben kivőbbült a Sárospatak Sátoraljaújhely Pálháza kerékpárút nyomvonala. Most szeptember 29-én adtuk át egy korábban sikeres EU-s pályázat eredményeképpen megvalósuló kerékpárutat Kassáig. Ezzel sikerült a 92-ben megkezdett zempléni kerékpárút kiépítése. Ez azért is fontos, mert jövőre Kassa európai kulturális főváros, és ez az összeköttetés számunkra, a turizmus számára is fontos. Következő, amiről még beszámolok, a munkahely megtartás érdekében végzett munka. Az egyetlen magyar tulajdonú dohánygyár megmaradásának és mintegy 250 dolgozója munkahelyének megőrzése érdekében nem kevés konfliktussal járó munkát kellett felvállalnom. Kezdődött ez azzal, hogy a munkahelyek megőrzése érdekében az Országgyűlés Európai Bizottsága zárt ülésén, ahol az egyeztetési eljárás során a bizottság a kormány számára a brüsszeli tárgyalásokhoz mandátumot fogalmaz meg, és itt nyomatékosan felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha a brüsszeli módosítások, tehát módosítások nélkül elfogadják a dohánygyártmányokra kivetett jövedéki adók szerkezetét és adókulcsainak emelését. Nos, ez, hál' Istennek, 2010-ben konszenzussal zárult. Azonban a jövedéki kérdés ismételten előkerült, nem csak az unió asztalára, hanem a magyar kormány asztalára is, és ez bizony egy újabb tengelyakasztást jelentett a pénzügyi kormányzattal. Engedjék meg, hogy ez ügyben a júniusi parlamenti felszólalásomból idézzek, hogy megvilágítsam, hogy ennek a problémának mi volt a háttere. Idézem, amennyiben a piaci helyzet a cigaretta és fogyasztási dohányok adókülönbségének további csökkentését kívánja, úgy vélem, hogy a magyar cégcsoport védelmét szolgálna egy olyan emelési menetrend, amely a cigaretták 1000 szára vonatkozó minimum adójához viszonyított kilogrammonkénti fogyasztási dohányadót a jelenlegi 43,5%-os szintről egyenletesen elosztva 50%-ra emelni. Az Európai Unióban, Luxemburgban egyébként a legolcsóbb a fogyasztási dohány adója, továbbá igen kedvező Németországban és Hollandiában is, ahol a magyar adószerkezethez hasonló 43-45% a fogyasztási dohány adója a cigaretta adójához viszonyítva. Megjegyzem, hogy ebben a három országban van több kisebb nemzeti gyártó, akiket megpróbál védeni a mindenkori kormányuk a multi törekvésekkel szemben. Úgy vélem, hogy nálunk sem szabad feladni a hazai gyártók védelmét, tisztelt képviselőtársaim. Meggyőződésem, hogy a drasztikusabb vagy gyorsabb emelés előidézheti a 2004-2005-ös állapotot, amikor 52%-ra emelkedett egy lépésben a fogyasztási dohány adója, és ezt követően közel 30%-ra nőtt a fekete piaci részarány. Tehát az általam benyújtott módosító indítvány szerint az adóütemezési terv mellett viszont még megőrizheti a fogyasztási dohány a piacát, továbbra is gátat emelne a fekete piaci növekedésnek, ezzel biztosítva az adóbevételek optimális nagyságát. Mindemellett azonban az sem elhanyagolható, hogy az 500 főt foglalkoztató hazai kontinentál dohányipari csoport léte foroghat kockán a fogyasztási dohányok magyarországi eladásának esetleges ellehetetlenítésével.
Tehát a lényeg, sikerült megvédeni a újhelyi dohánygyár mintegy 250 munkahelyét, és a mögöttük álló mintegy 20-22 ezer kelet-magyarországi dohánytermelő érdekeit az európai multinacionális nagytők ellenében. És végül a fejlesztésekről engedjenek meg néhány szót. A pénzügyi válság ide vagy oda, úgy vélem, hogy nem szabad lemondanunk a város további fejlesztésének a lehetőségeiről. Ehhez minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, ahogy tette ezt korábban is az újhelyi önkormányzat. Különösen a 2007-13-as uniós pénzügyi ciklus még hátralévő két esztendejében. Ennek érdekében kezdeményeztem, hogy Matolcsy György miniszter úr hegyai látogatás alkalmával most október 6-án találkozzék polgármester és a polgármester urakkal, hiszen a kormány fejlesztési tanácsának négy tagja közül az egyik meghatározó személy, és információim szerint a 2014-ig hátralévő ciklusból még van másfél év, amikor egy utolsó körben még lehetőség lesz bizonyos visszamaradt pénzek újra pályáztatására. És ilyenkor az lesz a befutó, akinek a zsebében kész, engedélyes tervek lesznek, tehát az a pénz, amit az önkormányzat esetleg úgy vélik, hogy kidobott azzal, hogy kész terveket készít a fiókba, az asztalfiókba, az reményeink szerint ebben az esetben hasznos lesz. Az új pénzügyi ciklus 2014-20 tervezése már folyik a Fejlesztési Minisztériumban. Itt kezdeményeztem, hogy Újhely és kistérsége fejlesztési terveinek úgynevezett kompatibilis részei kerüljenek be a kormány brüsszelinek akkreditálás véget majdan megküldött anyagában. Ezzel tehát teremtődjék meg a lehetőség annak, hogy Újhely és kistérsége közelebb jusson a 2014-20-as tervezett fejlesztéseinek majdani megvalósításához. Polgármester úr annak rendje és módja szerint ezt a kistérségben megtette, és az így összegyűjtött anyag a minisztérium asztalán van. Továbbá kezdeményeztem, hogy a kormány által újonnan felállított 50 milliárd forintos úgynevezett önkormányzati önerős alapba a Sátoraljaújhelyben megvalósult, de még pénzügyileg le nem zárt uniós pályázatok kerüljenek be. Ennek a pályáztatása a napokban fog megnyílni és megtörténni. Így tehát, ha minden jól megy, reménységünk van rá, hogy az önkormányzat ennek alapján 30-40 millió forintot visszakaphat, pontosabban megnyerhet. Megjegyzem, hogy 2013. januárjától ismét rendelkezésre áll egy újabb 50 milliárd forintnyi önerős alap, ami az önkormányzatok uniós pályázatait van hivatva felgyorsítani. Kezdeményezésemre már 2002-ben benyújtotta pályázatát az úgynevezett egyházi örökségvédelmi alaphoz az újhelyi görög-katolikus egyházközség a parókia tetejének a cseréjére. A választásokkal együtt ez a lehetőség is elveszett 2002-ben, azonban a 2010-es ciklusban sikerült a régi terveket valóra váltani és elsőként megpályázni. Ennek eredményeképpen az eklézia 6 millió forintot nyert, aminek a beruházása meg is történt. Említem, hogy a Sátoraljaújhely Református Egyházközség az iskola felújítására kezdeményezésemre pályázatot nyújtott be, és erre az alapra ugyancsak 6 millió forintot nyert 2012-ben, aminek a beruházása megtörtént. A Bányácskai Görögkatolikus Egyházközség pályázatot nyújtott be a helyi líder csoporthoz, a templomának a felújításához. Sajnos itt az első és második körben is elutasították ezt Budapesten, mivel ugye tagja vagyok a helyi líder csoport elnökségének, így hivatalból jártam el ez ügyben. Fél év kilencselése után államtitkári rendelettel sikerült ezt a hibát korrigálni, és így az eklézia 40 millió forintot nyerhetett meg, amit már megtörtént a beruházás, és itt szeretném megköszönni Okár Zoltán munkatársunknak a közreműködését. Ennél sokkal nagyobb összeggel sikerült a 2008 óta folyamatban lévő és ez év őszén megnyert úgynevezett rekultivációs pályázattal egy jelentős beruházást megvalósítani Sátoraljaújhely számára. A már lezárt Némahegy és a Torzsás tűlő szeméttelep helyreállítását jelenti mintegy 490 millió forintos összeggel, és mindez az önkormányzatnak egyetlen forint önerőt sem fog jelenteni. Mint a Abói-Zemplén hulladéktársulás elnöke, folyamatosan figyelemmel kísérem a beruházás megvalósulását, és remélhetőleg jövő éven tavasszal ez már elkezdődhet. És mint kormánypárti képviselő,
Különös gondot fordítottam az önkormányzat úgynevezett önhikis pályázatainak a sikeressége érdekében. Sárospatakkal együtt Újhely mindig kiemelt helyet és összeget kapott a belügyminisztériumtól. És végül megemlítem, hogy a Zemplén Televízió éves működéséhez, különösen 2010 óta rendszeresen közreműködöm a pályázatok elnyerésének érdekében, most is folyamatban van két pályázatunk. És néhány mondatban, mert az időnk lejárt, a vegyes ügyekről. Ugye Sátoraljaújhely is része a Tokaj-hegyaljú világörökségnek, mint Zemplén vármegy egykori központja, ezért tartottam fontosnak, hogy a világörökséghez tartozó Mag és Puffer területek 27 polgármestere elsőként itt ebben a díszteremben, Zemplén vármegye egykori törvényhatósági dísztermében jöjjenek össze, és itt kerüljön bejelentése a Tokaj-hegyalja a világörökségi térségfejlesztési programiroda létrehozása, aminek kimunkálása folyamatban van. Itt csak megemlítem, hogy a Dorányi Ignác vidékfejlesztési programba a kezdeményezésemre került be Tokaj-hegyalja, mint kiemelt programfejlesztési program, és itt nem csak a borászokról, nem csak a környezetvédelmükről van szó, hanem itt az ipari beruházásokról is van szó, és éppen a Sátoraljaújhelyi Ipari Parkban az elmúlt évtizedben történt beruházások adtak példát, jó példát, hogy ebbe a programba helyet kapott az ipari fejlesztések lehetősége hegyalján. És megemlítem még az Zemplén Vízmű Kft. Jövőben való önálló megmaradásáért vívott harcunkat polgármester úrral. Rengeteg konzultációt kellett folytatni. A helyzet úgy áll, hogy sikerült megőrizni eddigi önállóságunkat, a jelenleg 150 ezeres rákötéssel, tehát nem kell senkivel kényszerházasságot kötni. És végül megemlítem azokat a személyes jellegű ügyeket, amire most nem vagyok felhatalmazva, hogy beszéljek, de csak megemlítem, a devizahitelesek, egészségügyi problémák, nyugdíj problémák, helyi és budapesti munkahelykeresés, amivel több újhelyi polgárnak tudtam segíteni. Az így számom, így nyilvántartott ügyek száma több százra rúg. Egyen dolgot említek meg, például a rendvédelmi szervek nyugdíjasaival folytatott tárgyalások, amire talán sokan emlékeznek. Javaslataikat továbbítottam a belügyminiszter úrnak, és ezekből a javaslatokból néhány beépítésre került a megegyezésre. Tisztelt képviselőtársaim, polgármester úr, alpolgármester úr, főedzőasszony, köszönöm a meghallgatás lehetőségét, és mint az elmúlt két esztendőben, úgy a ciklusból hátralévő időszakban, ezentúl is bizton számíthatnak rá. Köszönöm szépen, és ha van kérdés, ha elhangzottakkal kapcsolatban szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen a képviselő úr beszámolóját, tájékoztatóját. Valóban így van, az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdésekre van lehetőség. Ketten jelentkeztek kérdésfeltevésre. Szabó János és Pasztonyicki István, ebben a sorrendben adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tisztelt képviselő úr, nagy örömünkre szolgál, hogy el tudott hozzánk jönni. Többször is kértem már én is itt a testületülésen is, illetve személyes találkozásaink alkalmával, hogy számoljon be a parlamentben végzett munkájával. Nagyon megköszönöm, kimerítő volt a tájékoztatás. Néhány kérdésem, észrevételem, illetve kérésem lenne képviselő úrhoz. Ugye a legfontosabb, amit én legtöbbször föltettem kérdésként itt az önkormányzatban is, a vasútvillamosítás, erről is elég kimerítően szólt képviselő úr, viszont a kérdésem az, hogy a 16,5 milliárdos beruházáshoz képest, hogyha az első szakasz a mindössze 1 milliárdos, mindössze azért idézőjelben a végösszeghez képest megvalósul, akkor nem fordulhat elő az, hogy most akkor helyre rakták, stabilizálták az állapotát a sineknek, és a további 15 milliárdos fejlesztés megint csak elodázódik. Én tudom, hogy ez az egész ugye a 80-as évektől zajlik, és képviselők folyamatosan adták el egymásnak a egyre növekvő akta kupacokat. Viszont azért itt már valamiféle fény két éve látszik az alagút végén, tehát ténylegesen várhatunk-e, mert mondott képviselő úr konkrétumokat, hogy milyen munkálatokat végeznek.
egy olyan mondatot, hogy elérhetőbbé válik a villamosítás, tehát azért még ez se tűnik 100%-osnak, és sajnos benne volt a mondatok között az, hogy Tolcsváig, de legfeljebb Patakig, vagy leginkább Patakig. Én azt kérném, hogy az a leginkább akkor Sátoraljaújhely legyen, ne Patak. Az úttal kapcsolatban, hogyha 2014-ig megerősítik a 37-es utat, 2015-ben a Tarcali elágazásig tartó szakasznak a négysávosítása kezdődhet meg, akkor ebből megint az látszik, hogy sajnos mifelénk még mindig nincsen olyan terv, ami belátható időn belül, és ez a 2015 is már egy következő kormányzati ciklusra esik. Az is szomorú, és nem ön tehet róla, és köszönjük, hogy eljár az ügyekben. Munkahely megőrzésről beszélt csak, munkahely teremtésről nem nagyon tudunk beszélni, és az a gond, hogy az Európai Unió közel 300 kistérsége közül az utolsó 10-ben van az észak-magyarországi kistérség, és ennek a kistérségnek a része Zemplén is sajnos. Hogyha sem eljutni vonaton, autóúton a befektető nem tud továbbra se ebbe a környékbe, akkor én továbbra is azt érzem, hogy még lejjebb szakadunk, hiszen ha Budapestet önállóan kezelnénk, akkor az Európai Unió első 20 kistérsége között lehetne számon tartani, mi pedig az utolsó 10-ben vagyunk. Ez akkora különbségeket jelent az országban, hogy én azt kérném, hogy továbbra is ebben segítsen nekünk. Az önkormányzatisággal kapcsolatban kérdezném képviselő urat, hogy vannak-e remények arra, hogy jövőre valószínűleg 150 milliárd forinttal kevesebb pénzt kapnak az önkormányzatok, ahhoz képest, mint amennyi feladatot vesznek el, tehát 150 milliárdos hiányt kell szétosztani, ezzel szemben nullszaldós költségvetést kell csinálni az önkormányzatoknak. Ezügyben kérhetnénk-e valamilyen segítséget, illetve ha már személyes ügyekről van szó, és erről is beszéltünk személyesen képviselő úrral, hogy a munkahely, a jövedelmi viszonyok mellett az egyik legfontosabb dolog az lehet, hogy aki el van adósodva, és legyen ez devizahiteles vagy egyéb más eladósodás, a 93-as évi 53-as törvény, amely végrehajtásról szól, szembe megy a bankoknak a rendszerével. Gyakorlatilag arról van szó, hogy akinek tartozásai vannak... Képviselőtársam, kérdésekről volt szó. Kérdés lenne a vége. Köszönöm. Tud-e ebben képviselő úr segíteni, hogy az a szembenállás megszűnjön? Tehát gyakorlatilag leveszik az embereknek a pénzét a bankszámlájáról, és nem tudnak miből megélni, ezáltal nőhet a fekete munka. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pasztonyicki István képviselőtársam, mi a szó? Köszönöm a szót, és köszönöm képviselő úr, hogy időt szakított ránk. Kár, hogy nem tudtuk hamarabb, hogy ez is napi rendi pont lesz, mert számtalan egyéb kérdésünk is lenne, de sok mindenre választ is kaptam a beszámolóból. Úgyhogy most csak egy-két dologra kérdeznék rá, és a végén elkezdeném, mert ez ügyben levelet is írtam képviselő úrnak a világörökségi gondnokság témájába. Én ugye az internetről, sajtóból tájékozottam leginkább erről a témáról, főleg azután, hogy úgy volt, hogy a megyei közgyűlés napirendjére kerül ez a dolog, amit aztán végül levettek. De én úgy tudom, hogy már tavaly decemberben megalakult a Tokaj-hegyaljai programiroda valakinek a vezetésével, akiről most nem akarom mondani, milyen híreket hallottam. Tehát ugyanakkor a közgyűlés levette napirendről, de olyan hírt is hallottam, illetőleg a megyei közgyűlés elnöke szájából személyesen mondta nekem, hogy ő fog alapítványt létrehozni erre a feladatra. Tehát azt látom minden esetre a tájékozódásban, hogy különböző lobby csoportok próbálják itt befolyásolni ezt a témát, és örömmel hallottam, hogyha ez így lesz, hogy a 27 település polgármestere fogja itt létrehozni azt a szervezetet, nem tudom milyen programirodát, vagy milyen formában fog megalakulni. Ez lenne a követendő dolog. Tehát ne egyes lobby csoportok vezetésével valósuljon ez meg, hanem az összes 27 érintett település részvételével. Tehát ebben, hogyha akkor esetleg pontosítaná az információt, megköszönném. A másik, és némileg átfedésben vagyunk itt Szabó János hozzászólásával,
ugye a munkahelyek létrehozása, hát fél időben vagyunk, ha jól emlékszem, 1 millió új munkahely szerepelt a Fidesz programjába. Hát itt Sátorjóhelyen nem látjuk arányos részét ennek a munkahely létesítésnek sajnos. Ez ügyben mindenképpen tenni kéne, és ez a tenni kéne, nyilván mindenhol tenni kéne, de nekem meggyőződésem, és itt térnék a következőre rá, hogy ennek a térségnek pozitív diszkriminációra van szüksége. Az országon belül, de még a megyén belül is. És én ezt már a megyei közgyűlésben elmondtam, kértem az országgyűlési képviselőket, és itt önt is kérem akkor most erre, hogy az országgyűlésben igenis kongassák a vészharangot, ugyanis például a Sátorjóhelyi kistérségben, most ha jól emlékszem a 2010-es adatot mondom, Csenger után a második legnagyobb volt az elvándorlási ráta. Nem a népesség csökkenés, az elvándorlási ráta. Tehát akik itt laknak, nem tudnak megélni, máshol keresik a boldogulást, természetesen jönnek a helyükbe vidékről mások, nem feltétlenül biztos, hogy ugyanolyan kvalifikált szakképzett emberek. Tehát pozitív diszkriminációra lenne szükség, és akkor itt én konkrétumot mondanék, ugye az egyik a vasútfejlesztés, ahol ezt értként lehetne használni, hogy ez egy pozitív diszkrimináció legyen. A mostani felújítási munkáról a megyei közgyűlésben elhangzott egy beszámoló, hát szakszóval visznyereményes anyagból valósítják meg ezt a felújítást, tehát bontott anyagból magyarán. Minden fillérnek örülünk, amit ide költenek, mert nyilván az is segít, hogyha akár a 100 év előtti állapotokat megpróbálják visszaállítani, de hát nekünk erre többre lenne szükségünk. És akkor a másik terület pedig a közúti közlekedés. Ott szintén, hát én most egy ellenkező javaslattal élnék, nem Miskolc irányából, hanem az országhatár irányából javasolnám, hogy ugye közös érdekünk, hogy Sátorjóhely és Sárospatak közötti forgalom, ugye részben a strand miatt is, főleg nyáron, és a két település közti forgalom miatt is érzésem szerint jelentősebb, mint a következő szakaszé. Tehát az is segítség lenne, hogyha legalább ezt a kis szakaszt négysávosítanák, mert az út mentén levő keresztek száma sajnos szaporodik, és ezen segíteni kéne. Összességében nem akarom húzni a szót, köszönjük szépen a munkáját, és figyelemmel kísérjük egyébként az országgyűlési hozzászólásait is. Itt csak egyet emelnék ki szintén világörökségre visszatérve, mert az ott elmondottakkal kapcsolatban én felfigyeltem arra 200 millió forintos keretre, ami az ez évi költségvetésbe félre van téve a világörökségi jubileumi évvel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ebből Sátorjóhely, illetőleg ez a világörökségi szervezési munka mennyiben tud részesedni. És legvégül szeretném meghívni, mint a megyei közgyűlés tagja, hogy a megyei közgyűlésbe is jöjjön el egyszer, és támogassa meg a Szamosvölgyi Péter polgármester úr, a ketten képviseljük, illetve tévedés, mert a Sárospataki polgármester is tagja a közgyűlésnek, támogassa meg az ottani munkánkat is egy beszámolóval, az MTN-t illető beszámolóval. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszolásokat. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igyekszem röviden. Köszönöm Szabó János képviselő úrnak. Vasútvillamosítás. Én azt hiszem, hogy nagyon reálisan kell szemlélni. A MÁV vezetésében most kezd kialakulni egy sorrend, ahol 4 nagy beruházásról beszélhetnek, hogy elindulhat. Az egyik ilyen a Mezőzombor-Sátorjóhely vasútvonal. A 16,5 milliárd forint, ez a becsült összeg, egyértelműen elmondták, hogy ennyi pénz egyszerre egy év alatt biztos, hogy nem kerül beruházásra, mert a magyar vasútvonalak nagyon sok helyet elhasználódtak. Én azzal érveltem, hogy ha itt egy éven belül nem történik valami fajta beavatkozás vasútvonalra, akkor zárjuk be, szedjük fel a sineket, és mindenkinek adjunk egy biciklit Zemplénbe, és ezzel közlekedjenek. Tudnék, olyan nagyfokú az amortizáció,
ami olyan sebességkorlátozásokat kell, hogy bevezessen, ami 30 meg 20 kilométeres, tehát gyakorlatilag elérhetetlen egy-egy intercity vagy miskolci vonat. Éppen ezért döntöttünk afelől, hogy próbáljuk meg közelíteni, szakaszolni. A szakaszolásnak az a lényege, hogy a pályafelújítást kezdjük el, mert ez három egységből áll, a pálya felújítása, második a jelzőberendezések, harmadik pedig a drótnak a kihúzása. Ez együttesen 16 milliárd forint. Azzal, hogy egy használt 25-30 éves pályatestet építenek be, ezzel 2 milliárd forintot spórolunk meg, tehát ennyivel kevesebb. Emlékeztetem még, talán az idősebbek emlékeznek rá, hogy 1973-74-ben volt egy ilyen nagy felújítás, akkor egy 45 éves anyagot építettek el, használt pályatestet építettek be, mostanáig kibírta. Tehát én örültem meg, hogy legalább ezt a szakaszt be tudják építeni. A nagy kérdés az volt, hogy honnan kezdjék el. Ezzel is bizonyos összeget spóroltak meg, hogy Szerencsnél, pontosabban Mezőzombornál kezdik el. Nagyon reálisan kell szemlélni azt, hogy itt harc van. Nem csak egy képviselő, hanem több képviselő harcol azért, hogy a illető területeken, és hagyj ne soroljam föl azokat a elhasználódott pályatesteket, ahol ismételten terve van véve a felújítás. Tehát ezzel két dolgot érünk el. Egyrészt, ahogy említettem, kijavítjuk a pályatest azon hibáit, hogy feloldják a 30 kilométeres zárt, tehát esetleg intercity járat is közlekedhet. Másodszor nem veszítjük el az érvényes építési engedélyeket, ez fent van, mert ha nem történt volna beavatkozás most december 31-ig, akkor csak az építés érvényes építési engedélyeknek a visszaszerzése másfél év. Ez a bürokrácia, hölgyeim és uraim. Nos, kidolgoztunk különböző variációkat, hogy bevonván az önkormányzatokat és munkahelyteremtéssel. Ez is egy újabb opció, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Én nagyon reálisan szemlélem, hiszen én 10 éve körülbelül harcolok ezért a pályafelújítást, hogy kerüljön be. A válság 2008-ban elvitte ennek a lehetőségét, ezt kellett visszahozni. Én úgy hiszem, hogy itt jó esélyünk van arra, hogy tovább folytatódjék a felújítást, tehát nem állt le tavasszal. A kérdés az, hogy milyen mennyiségben és minőségben folytatódik a pályafelújítás. Én azért mondtam, hogy nekem csak a megállapodás az arról szól, hogy Tolcsváig. Én már próbáltam, hogy egy kicsit Patakig jöjjünk föl. Sátoraljaújhelytől, ha emlékszünk vissza a 2010-es árvíz után, innen kezdődött a megerősítése. Tehát itt egy 6 kilométer megerősített szakasz már van. Tehát itt csak egy 5 kilométerről kell szólni Újhely és Patak között. Várom a híreket, hogy a fejlesztési tanácsnál ez milyen támogatást kap, hogy hogyan folytatódik tovább. Egy biztos, hogy tovább folytatódik tavasszal, csak a kérdés az, hogy milyen mennyiségben, egy év alatt be tudjuk-e fejezni, vagy több évig elhúzódik. A 37-es út. Én ezt szégyenletesnek tartom a felújítását. Mint kiderült, nem mostani probléma, a megyei közgyűlésnek a terveiben nincs benne, abban az ütemben, mint ahogy mi hittük. Itt a probléma. Reálisan szemlélve, és ez a korábbi megállapítás is volt a menetrend, hogy a 37-es út megerősítése, hogy én már boldog lennék, ha ezen a két sávon nyugodtan lehetne közlekedni, és nem jönnének elő azok a hibák. Hát látjuk, hogy mi történt az elmúlt másfél-két évben. A négy sávosítás, Kerekperec, a megyei illetékesek elmondták, tehát, hogy a Gesztelytől tovább folytatják, nem megerősítő sávokkal, hanem a négy sáv építésével. Ez a tervekben 2015-től van benne. Mi a probléma? Nem vagyunk rajta az európai nagy útvonalhálózatokon, sem a vasút, sem a közút. Ezért nem tudnak uniós támogatásokat ide alokálni, ha úgy tetszik, hanem belső erőkből kell megoldani. Az önkormány munkahelyteremtés. Én nagyon őszinte vagyok ebben a gazdasági válságban, amikor munkahelyek szűnnek meg a környező országokban.
Én ezt eredménynek tartom, hogy a munkahelyek megmaradnak. Én most nem beszéltem itt az önkormányzat által koordinált ugye, szociális közmunkaprogram, ami egy szükséges dolog, de nem a teljes megoldás természetesen. Eredménynek tartom, hogy ezek a munkahelyek megmaradtak. Hogy az önkormányzatoktól 150 milliárd forintot vonnak el, nos, én egy másképpen szeretném ezt elmondani. Itt az önkormányzatok feladatköre itt lecsökken, tehát feladatellátása lesz. Mi is várjuk a jövő évi költségvetést, végleges költségvetést, hogy az önkormányzatok miből gazdálkodhatnak. Számtalan ellentmondás van, hogy kezdjük tiszta lappal, tabula rázával január 1-ével. Ez sajnos még nem látszik számomra is, hogy hogyan lesz. Egy biztos, hogy a feladatok megoszlanak a járások és az önkormányzat között. Igen, köszönöm ezt a felvetést. Én azt kértem, hogy írásban nekem jelezze itt a 93. év 53-as törvény módosításával kapcsolatban lehetőségem van arra, hogy esetleg ezt a módosítást elindítsam, tehát várom ezt a levelet. Nagyon röviden Pasztanyevszki képviselőtársamnak. A világörökség gondnoksága, legújabb hírek tehát a megyei önkormányzat szervezési egy alapítvány fogja gondozni ezt, hogy a kezelési tervet elkészítsék. Úgy tudom, hogy Mennyi Roland megyei közgyűlési elnök lépéseket tett ez ügyben. December 31-ig kell ezt az alapítványt létrehozni. Jó úton halad. Reméljük azt is, hogy a Tokaj-hegyaljai polgármesterek között lesz egyetértés. Nem ők fogják képviselni, hanem ennek a kuratóriumnak a különböző társadalmi szervezetekből lesznek képviselői. Visszatérve a világörökségi tervvel kapcsolatban a 10 éves évfordulóra, itt engem nem ez a 200 millió forint elköltése érdekel, hanem az az 50 millió forint, ami a kezelési tervek kidolgozására volt allokálva. Ez úgy tudom, hogy számunkra egy 4,9 millió forint kevés összeg, de december 31-ig azért kell létrehozni ezt az alapítványt, hogy ezt a pénzt le tudja hívni. A munkahelyek létrehozása folyamatban vannak bizonyos beruházások. Legyünk őszinték, polgármester úr is és én is többször próbálkoztunk nagy cégek idehozásával. Ameddig az autópálya tart, addig jönnek, utána nem. Ez a realitás. Nem csak Sátoraljaújhelyből, hanem Sárospatakról 90 óta 2000-en mentek el. Ez az elvándorlás az egész térséget érinti. Nem tudjuk, hogy hogyan lehet megfordítani. Ezt próbálkozunk. Pozitív diszkrimináció valóban szükségeltetne, de hagyd mondjam el, nem csak a Bodrog közi, mert ez a legelesettebb, vagy az újjai kistérség, vagy a pataki kistérség a leghátrányosabb helyzetű, hanem emellett ott van az ormánság, vagy sorolhatnám tovább Magyarország elmaradott térségeit. Dolgozunk rajta. A vasútfejlesztés, erre úgy hiszem már válaszoltam, én szívesen válaszolok egyébként, ha személyesen megkeresnek ezekre a kérdésekre, vagy bármilyen kérdésekre, de az időm úgy hiszem lejárt, nem akarom húzni az időt. Én megköszönöm a lehetőséget a polgármester úrnak, és további jó munkát kívánok a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a képviselőtestületnek a tájékoztatóval kapcsolatosan tennivalója nincsen. Köszönjük szépen képviselő úrnak.